A magyar társadalom nem tette magáévá a kormánypárti narratívát Szájer József botrányával kapcsolatban. Az Euronews megbízásából az Opinió közvélemény kutató alkalmazáson keresztül 1320 fős minten készült reprezentatív felmérés a témában. Ebből kiderül, hogy az emberek több mint kétharmada drogfogyasztással egybekötött szexorgiaként tekint a történtekre, a kormánypárti médiumok által használt házi buli kifejezést mindössze 2% véli a legpontosabbnak. A megkérdezettek csupán 5%-a ért egyet azzal a közmédiában is megjelent nézőponttal, hogy Szájár József elsődleges hibája a karanténkorlátozások megszegése volt. 65% viszont úgy érzi, az a leginkább kifogásolható, hogy a politikus az alaptörvény egyik szerzőjeként az abban foglalt értékekkel ellentétesen cselekedett a válaszadók háromnegyede szerint Szájár József tettek közügy. Azt illetően megoszlanak az álláspontok, hogy a történtek nehezítik-e a megegyezést a vitás kérdésekben az EU és Magyarország között. Azzal az állítással viszont több mint 70 ért egyet, hogy a botrány rontja hazánk megítélését.